Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Toleráns, de határozott fellépés, ezt mondták a rendőrök, hogy ez pontosan mit jelent, azt szerintem így előre senki nem tudja megmondani, hiszen majd az alkalom, illetve a bizonyos szituáció fogja eldönteni, hogy indokolt lesz-e, kell-e rendőrségi fellépés, és hát milyen mértékben. Tarjányi Péter rendőrségi szakértő a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt ugye hallottuk és olvashattuk ma, hogy pszichológusok készítik fel a rendőröket, ez nyilván nem csak most, a mostani akció, vagy készültség, vagy készülődés előtt, hanem mindig. Hogyan lehet egy rendőrnek a stressztűrő képességét fokozni? Tehát gondolom az nem elég, hogy azt mondják neki, hogy ne, tehát amíg csak lehet, hallgassál, ne cselekedjél, bírd ki azt, hogy téged szidnak. Erről is beszélgetnek vele a pszichológusok. Nem csak pszichológusok készítették fel a rendőröket. Tehát első lépésben mindenképpen az egy nagyon lényeges és fontos dolog, hogy abszolút magabiztos legyen a rendőr az intézkedésében. Tehát ezerszer átgyakoroltatják velük azokat a mozdulatokat, amelyeket egy ilyen problémás esetnél adott esetben alkalmazni kell. Másrészt elmondják azt, hogy egy ilyen helyzetben egy ember hogyan viselkedik és hogyan reagál, és melyek azok a jelek, amit egy rendőrnek észre kell magán venni, hogyha valami nincs rendben. Tehát nem tud úgy intézkedni, nem tud úgy beszélni, nem tud úgy reagálni. Hát, hogy elveszítette a türelmét? Nem csak, hogy a türelmét, hanem egyáltalán az intézkedési objektivitását, már ha lehet ilyen kifejezést használnom, amikor egy kicsit visszább kell venni a harci kedvéből. Egy ilyen demonstráció során, ahol adott esetben összecsapásokra kerül sor, jól látszódik az, hogy a rendőrök egy része, például októberben is ezt láttam, nem tudta kezelni a saját stressz szintjét, és beleluvalta magát adott esetben egy-egy helyzetbe. Ezt mindenképpen egy rendőrnek saját magán észre kell vennie, és ezt kezelnie kell. De hogyan lehet ezt kezelni? Tehát azért, ha nem rendőrként, tehát az ember a saját életében is tudja, hogy ha már elveszíti a türelmét, akkor egyszerűen nincs önuralma. Tehát nem tudja azt mondani, vagy nagyon ritka az az eset, hogy na igen, akkor most állj, megnyugszom, 10-ig számolok, tehát ehhez valószínűleg nagyon sok gyakorlás, meg olyan habitus is kell. Egyrészt gyakorlás kell, másrészt rengeteg olyan szituáció, amiben a rendőrök el fogják veszíteni már a gyakorlás során a türelmüket. Rengeteg olyan szituációs gyakorlat van, én magam is vezettem ilyen gyakorlatokat, amikor tényleg olyan helyzetbe hoztuk az intézkedő rendőröket, hogy szabályosan neki ment annak az állampolgárnak, aki azt a vétlen állampolgárt játszotta, hiszen addig piszkálta a rendőrt, míg az elvesztette a türelmét. Ha ezeken a helyzeteken átmegy, megtapasztalja azt, hogy hol is vesztette el a türelmét, hol volt az a pont, ahol átlendült, és ezeket a határokat lehet egyre jobban kitolni. Az a határ, amikor a rendőrnek viszont már azt kell mondania, hogy ez már nem türelemjáték, hanem innentől kezdve intézkednem kell. Ezért nagyon-nagyon lényeges a gyakorlás, tehát itt pontosan ezt a határt jelöljük ki, hogy hol van az a pont, amikor egy állampolgár már úgy lép fel, hogy ott intézkedni köteles a rendőr. Tehát nem válogat, hanem azonnal valamilyen fajta taktikai eljárás mentén megoldja azt a problémát, illetve hát a parancsnoki szintet mindenképpen kiemelném, a parancsnokoknak is irányítani kell az embereiket. Legalább ennyire fontos pszichológiai szempontból, hogy lássa például egy parancsnok az emberein, hogy elfáradtak, hogyan reagálnak, mennyire türelmetlenek, és adott esetben azokat az erőket kivonja egy ilyen intézkedésből. Szuszognak egy kicsit, ahogy ön is fogalmazott, vesznek néhány nagy levegőt, és utána lehet őket visszaküldeni az intézkedésbe. Például a rendőrt, ha megdobják, akkor az már az a pont, amikor intézkednie kell? Abszolút. Abszolút, teljesen. Tehát, ugye... Mondhatjuk azt, hogy mondjuk a szóbeli cukkolás az, amit a rendőrnek el kell viselnie, de ha tetlegesség van, tehát már őt megtámadják fizikailag, akkor viszont intézkednie kell. Nézze, az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is, ha csak egy újjal, egy icipicit hozzáérnek egy rendőrhöz intézkedés során, vagy nem engedelmeskednek a rendőr felszólításának, abban az esetben a rendőr tetleg adott esetben felléphet az ottani résztvevő ellen. Én azt gondolom, hogy ebben itt Magyarországon a magyar rendőrség rugalmasabb, türelmesebb, hiszen láttam nem egyszer a kordonbontásnál is azt, hogy oda mentek és lögdösték idős nénikék adott esetben rendőröket. Természetesen ezt el kell tudnia dönteni egy rendőrnek, hogy egy idős nénike nem potenciális ellenfél. Viszont ha egy olyan ellenfelet lát, aki megdobja, vagy olyan harci kedvbe lovalja a többi ott lévő tüntetőt, akkor igenis már szóbeli magatartás esetén is felléphet egy rendőr. Mi van ezekkel a teniszlabdákkal? Ugye hallottuk azt, hogy már városszerte elfogytak a teniszlabdák, sőt korábban, amikor Visegrádon Krespik László és több más
híres vagy többünk által ismert közéleti személyiség tartott egy nagy gyűlést, akkor ugye ott is volt arról szó, hogy teniszlabdákat kell vinni állítólag, mert hogy a rendőrlovak elé gurítva az egy megfelelő fegyver, mert hogy a rendőrló megbotlik, vagyis hát a ló megbotlik, esetleg elesik és kitöri a lábát, szóval lehet így fellépni a rendőrökkel szemben. Állítólag ott volt erről szó. Szóval mire jó a teniszlabda? A teniszlabda egyrészt ilyenfajta lovak elleni megzavarás esetén alkalmas, de nem csak erre használják sajnos. Nyugat-Európában tapasztaltuk és láttuk annak idején, hogy egy picit felvágva a labdának az oldalát, azt meg lehet tölteni homokkal, söréttel. Tehát a teniszlabda egy nagyon jól megfogható. Van súlya. Van súlya, így van. Eléggé messzire el lehet dobni, és hát ha az eltalál akár egy állatot, akár egy rendőrt, az komoly sérüléseket tud. De az igaz, ezt ön is hallotta, hogy nem csak a zászlókat vásárolták fel. Sajnos igaz, igen. Országszerte vagy a fővárosban? A fővárosban, leginkább a fővárosban hallottam is. Ugye azt is hallottuk korábban, sőt ezt nemzetbiztonsági adatokat közöltek velünk, elsősorban kancellária miniszter, tehát hivatalosan, hogy állítólag szélsőséges csoportok arra készültek, hogy megosztják a rendőrség erejét. Több és nagyon sok rendezvényt jelentenek be, ahol mindenhol várhatóan lesz rendőri biztosítás. A város, mert a főváros környékén különböző félpárás pályás útlezárásokat, ott is lesz rendőri biztosítás, tehát hogy ennyi felében nem tud szakadni a rendőrség. Ez egy első vagy civil füllel halva egy jó módszernek tűnik. Hát ez egy abszolút jó módszer, és én azt gondolom, hogy ez sikerrel is járt, hiszen a rendőrség erőit ténylegesen megosztották. Az elkövetkező 4 napban nem irigylem a rendőr kollégákat, hiszen egy iszonyatos feszültségben, és hát pihenés nélkül kell dolgozniuk. Rengeteg rendezvény lett bejelentve, és ezeket ténylegesen le kell biztosítani. Ezért is van az, hogy a rendőrség egyrészt biztonsági szempontból is, másrészt pontosan ezeknek a bejelentett megmozdulások miatt a hatni, de nem látszani elv mentén akar jelen lenni ezeken a rendezvényeken, és sokkal-sokkal rejtettebben akar dolgozni. Hát igen, csak azért ezt ne felejtjük el, hogy a rendőrségnek van egy bűnmegelőző, bűnüldöző feladata, és mindeközben nem csak rendezvénybiztosító. Tehát, hogy én nem szeretnék előre semmiféle vészharangot kongatni, de valószínűleg, hogy ez a készültség feltűnik majd a hivatásos bűnözőknek. Tehát, hogy talán egy kicsit szabadabb a gazda. Ilyen szempontból a rendőrségnek vagyon biztonsági szempontból is fel kell készülnie. Jól látszódik az, hogy a szervezett bűnözői csoportok, akik vagyon elleni bűncselekményeket szoktak elkövetni, az ilyen zavarosba halászás, tehát az ilyen helyzeteket, természeti katasztrófákat adott esetben szeretik kihasználni, amikor az állampolgárok nincsenek otthon. Sajnos rengetegen elhagyták Budapestet. Ahogy én hallottam, a rendőrség felkészült, tehát külön olyan csoportok vannak, akik tipikusan ilyen bűncselekmények esetén azonnal riaszthatók, tehát az egyéb rendezvény biztosítói rendőri erőkön kívül vannak más rendőri erők is, amelyek tipikusan ezeket a feladatokat figyelik. Azért ez megnyugtató. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.